Minden főétel rendelés mellé egy pohár italt kaptak ajándékba a vendégek ebben a Dombóvár Gunnarosi étteremben a nyitásnapján. A tulajdonos azt mondja, a korlátozások ellenére sikerült megtartaniuk a személyzetet, ehhez azonban az 50%-os kormányzati bértámogatást is igénybe kellett venniük. Gyakorlatilag a 29 éves vállalkozói pályafutásomnak a legnehezen, remélem, hogy a legnehezebb szakaszán vagyunk túl, ugye. Gyakorlatilag olyan év, amikor ilyen kevés vendégünk volt, ilyen kevés forgalmunk volt, ilyen sok rendezvényünk maradt el, soha nem volt. Ezen kellett igazából valahogy túl lenni, túl tenni magunkat. Ezekre a szakmákra, ugye, mint vendéglátás, szállodaipar, 50%-os bértámogatást kaptunk. Ez az 50%-os bértámogatás igazából segítség volt, de nyilván volt nem elégséges segítség. Ez azt jelentette, hogy a vállalkozónak a munkaerőt, az összétszámot meg kellett tartani. Nálunk ez sikerült, gyakorlatilag ugyanazzal a személyzettel most, illetve a nyitás alkalmából tegnap vettünk fel két embert, tehát még többen is nekivágunk az új szezonnak. A terasznyitás időpontja nem volt váratlan, folyamatosan figyelték ugyanis a kormányzati kommunikációt és a beoltottak számának növekedését. A hétvégére elkészültek a nagy takarítással és a fertőtlenítéssel. Igazából számítottunk rá, készültünk rá, és mondjuk azt, hogy egy-két hete, egy hónapja nagyjából a személyzet is erre számított, illetve erre készült. Új étlapot készítettünk, új szakácsunk tanult be, tehát igazából szerintem jól felkészültünk a szezonra, most már csak a vendégeket várjuk. Jelen pillanatban négyféle csapott sör, világos, barna, meggyes és málnás, ezen kívül több mint tízféle üveges sörrel várjuk a vendégeket. Vannak büfé jellegű ételeink, akik ismernek bennünket, a hagyományos módon készítjük el. Közkedvelt jeges kávéval, krémfajlalattal is várjuk a vendégeket, úgyhogy reméljük, hogy mindenki elégedetten távozik tőlünk. A dombovári sörfőzdében már három hete elkezdték a felkészülést a nyitásra. Takarítottak, fertőtlenítettek. Ők a bértámogatást utólag fogják igényelni, az elmúlt időszakra visszamenőleg. Személyzetünk az van, aki tavaly volt, úgyhogy visszajöttek azok a dolgozóink, akik tavaly voltak, avval nincs probléma. Meg elkövettünk mindent ahhoz, hogy fertőtlenítőszer ki van rakva, folyamatos fertőtlenítés, ki vannak a dolgozók képezve arra, hogy minden jó legyen. Megpróbáljuk egy kicsit felejtetni ezt az elmúlt négy hónapot, mert ugye a vendéglátás az sajnos nem működött az idén. Remélem, hogy az emberek is kivannak egy kicsit a kikapcsolódásra éhezve, és akkor mindenki meg lesz elégedve. Mi részünkről mindent elkövettünk. Ebbe a döbrököközi vendéglőbe már délelőtt a nyitás időpontjában érkeztek néhányan. A tulajdonos azt mondja, az elmúlt időszakban átszervezték a munkavállalók feladatait, mivel cégük nem csak a vendéglátásból él, így folyamatosan tudták foglalkoztatni a dolgozókat. Nagyon örülünk, hogy végre kinyithatott a terasz. A törzs vendégeink már reggel a nyitáskor itt voltak, együtt nyitottunk. Szerencsére át tudtuk szervezni a munkavállalóinknak a feladatait, így senkit nem kellett elküldenünk, ezért teljes létszámmal készen álltunk a nyitásra. Korlátozások alatt is folyamatosan voltak akcióink, ezeket továbbra is fenntartjuk, illetve egy frissített étlappal várjuk a vendégeket. A kormányzati tájékoztatás szerint a vendéglátó egységek hamarosan a belső zárt helyiségeiket is megnyithatják, amint a beoltottak száma eléri a 4 milliót.